A város legfontosabb híreinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! November 9-én 13 óra 30 perckor történelmi pillanatnak lehettünk szemtanúi. A POTET továbbképző központja videokonferencia bemutatót tartott az orvostudományi egyetemek közül az országban és Közép-Európában elsőként. Az ISDR rendszer segítségével a Pécs TV munkatársai a riportkészítésnek egy új módját próbálták ki. A konferencia alkalmával az első párbeszéd az egészségügyi minisztériummal jött létre. Google Árpád minisztert, aki a Pécsi Orvos Továbbképző Intézet igazgatója is, arról kérdeztük, milyen lehetőségeket lát a kórházakba telepítendő ISDN rendszerekben. Az orvoslás egy különleges tudomány, elsősorban iskolákra, műhelyekre és mesterekre épül. Ez a folyamatos kapcsolattartás a műhelyjel, a mesterrel és az iskolával egy nagyon nagy dolog. Gyorsan változik a világ, gyorsan változnak a lehetőségek az egészségügyben. Az új lehetőségek megtanítása, az ismeret és képzettség megszerzése az egy nagyon fontos dolog. De ha valaki egy egyetemnek a szemléletét, vagy a magyar orvoslás szemléletét megszerezte, akkor ennek a szemléletnek a stabilitását, biztonságát tudja adni ez a rendszer. Én azt gondolom, az összeforrottsága az orvoskarnak így biztosítható, és az, hogy minden állampolgárnak bárhol éljen Magyarország területén, azonos lehetőségeket adjanak az azonos szemléletét. A bemutató alatt rövid időre a londoni központ is bekapcsolódott a beszélgetésbe, prezentálva ezzel is a rendszer adottságait, sokrétű felhasználási lehetőségét. Bár a kialakítás és a fenntartás igen költséges, hosszú távon kiváltja többek között az utazásokkal járó költségeket, valamint az időveszteséget is. A közelmúltban számos nagyobb beruházásba kezdett a Pécsi Orvostudományi Egyetem. Ilyen például a nőgyógyászati klinika rekonstrukciója, vagy az épülő szívsebészeti centrum. Az intézetek munkatársai, körülbelül 200 gyógyászati szakember költözik a jövőben Pécsre. A Melinda utcai épület korábban bölcsöde volt. A gyereklétszám csökkenése miatt évek óta üresen áll, esetleg néhány hajléktalannak szolgál alkalmi szálláshelyül. A telek és az épület az önkormányzat tulajdona. Egy közgyűlési döntés eredményeképpen viszont a POTE kapta meg. A bölcsödét nővérszállónak építenék át. Feltéve persze, hogy akad elég szponzor, aki támogatja azt. Erre ugyanis se a városnak, se a POTE-nak nincsen pénze. Tudomásom szerint az épület gyakorlatilag olyan állapotban van, hogy a bölcsödének sem lehetne használni. Tehát az évek során nem használták emberi tartózkodásra, az épület avult állapotban van, egy teljes felújítás szükségeltetik, de ilyen célra, mint amilyen célra mi használnánk, a teljes belső átépítése szükséges. Ehhez az előzetes becslések szerint legalább 15-20 millió forintra van szükség. Az ügyet dr. Pap Lajos vette kézbe, aki elmondta, hogy csak meglévő tervekkel tud tárgyalni a támogatókkal. Azok elkészülte viszont már 2 hónapja várat magára. A szívcentrum 99 júliusára épül meg. Addig kell annyi szakember toborozni, aki ellátja a betegeket. Megyén belül, vagy különösen városon belül, de még inkább egyetemen belül lehetetlen megoldani, nem is szabad. Mert ez azt jelenteni, hogy más klinikáktól, vagy a város egyéb egészségügyi intézményeiből elcsábítanánk nővéreket, orvosokat, ezt nem tehetjük, nem is kívánjuk tenni. Az orvosokat és nővéreket a jelenleg működő szívsebészeti klinikáról helyezik át. A többieket az ország minden részéről hívják. Nekik lenne nagy segítség a bölcsödéből átalakított nővérszállás, ahol az ott lakóknak a borsos albérletárak helyett csak a fenntartáshoz szükséges közüzemi díjakat kell majd fizetniük. Az év végére megoldódik a magaslati úton és környéken lakók vízellátási problémája. A munkálatok első üteme a napokban kezdődött, és várhatóan november végére fejeződik be. Évtizedeken át gondot jelentett a Tettye magasabb területei lakóknak az ivóvízellátás. A problémát eddig csak átmenetileg tudták orvosolni.
Ha valahol hiába nyitották meg a csapokat, akkor lakossági kérésre üzembe helyeztek egy szivattyút, és így biztosították a kellő mennyiségű vizet. A probléma végleges megoldására a város idén 7 millió forintot biztosított. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a harmadik zónát szét kell választanunk, és két vezeték húzódik itt a magaslati úton, az egyiket átállítjuk egy magasabb nyomású zónára, így az északi oldali házak és bizonyos területek nagyobb nyomást kapnak, így nem kell az épületeket nyomásfokozóval üzemeltetni, és megfelelő nyomás lesz a lakásokban. A munkálatok három területen sorban zajlanak. A Magaslati út 13-tól a Szőlő utcáig, a Szőlő utcától a Gergely utcáig és onnan a Kis József utcáig. A Tetjétől keletre eső területen kerülne sor a második ütemre. Akkor, ha a város költségvetése ezt lehetővé teszi. Szakemberek szerint 15-20 millió forint kellene a kivitelezésre. A mostani munkák átmenetileg akadályozzák a személyautóforgalmat, az autóbusz közlekedés viszont zavartalan. A türelem, ha nem is rózsát, de biztonságosabb vízellátást terem. A csapokból a hideg víz az biztosan magasabb nyomást kap, és folyni fog mindenhol. Többségünk mindennapjaihoz hozzátartozik a tömegközlekedés. Busszal járunk a munkahelyünkre, iskolába, orvoshoz bevásárolni. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen távol vagy közel van lakóhelyünkhöz az a megálló, ahol naponta akár többször is várakozunk. Nyáron még csak-csak, de a közelgő télen, esőben és hóban nem túl kellemes rendszeresen több száz métert gyalogolni a legközelebbi buszmegállóig. A lakosság kérésére a napokban a város két pontján alakítottak ki új buszmegállókat. A Magyarürögi úton a Rácvárosi iskolába járó gyerekek utazását könnyíti meg az új buszmegálló pár. A 38-39-es járatokra pedig sok a körömére, ezentúl az Ady Endre utca elején is fel lehet szállni. Sok könnyebb felszállni, és sokkal marabb hazajutunk. Nem kell egészen hazáig gyalogolni, mi fél órás út lenne. Hányas busszal szoktatok menni? A 38-assal. És eddig hol szálltatok fel? Eddig a Konzumnál szoktunk, vagy pedig fönt a kisboltnál. Ez nagyon jó, mert elég messze van mind a két busz megálló, és főleg itt a Keszthelygyárba járnak dolgozni, onnan sokat gyalogoltak. Jó, nagyon jó, hogy ez itt meg. Húsz éve vártunk rá. Legfőbb ideje volt. Messziről gyalogoltak mindig? Hát a Lánc utcától lentről. És itt lakunk az Ágoston templom mellett. Ez a megálló, most is vagyunk, ez már évek óta többszörösen visszatérő lakossági kérés volt, és az Ágoston tér végleges rendezési tervében szerepelt is itt egy busz megálló. Tekintettel arra, hogy ez a, még várat magára itt az út megépítése, a megálló viszont már nem váratott tovább. Ez a megálló ideiglenes jelleggel készült, majd a végleges rendezés után kialakul az új helye. De továbbra is lesz itt autóbusz megálló. Egy új busz megálló létesítését sok minden megelőzi. Nem elég a lakosság vagy a tömegközlekedési társaság igénye, szükséges még a város és környezetfejlesztési iroda javaslata, a közlekedési és kommunális bizottság döntése, s persze elegendő költségvetési forrás. Csak ezután kezdődhet a munka. 11 igény volt ebbe az évbe, ebből 5-re voltunk képesek. Ez a nagyobb része a financiális körülmények szabtak határt. 5 autóbusz megálló valósult meg ebbe az évbe. 4 van olyan, amit nem tudtunk teljesíteni, de ennek a realitása mindenképpen megalapozott, mert a 99 évi tervünkben szerepel. A tervek szerint hamarosan a Surányi úti ABC mellett, a temetőnél a Postavölgyi útnál, a Nagyárpádi úton, s a Tüzér utcában a tejüzem előtt építenek megállót. S bár a Magyarürögi úti buszmegálló még a nem túl tartós aszfaltozással készült, a jövőben mind több helyen osztott beton vagy kiselemes burkolatot kaphatnak a buszöblök, melyek ellenállóak hóban, fagyban és kánikulában egyaránt. A Művészetek Háza tetőtéri galériájában tegnap este nyílt meg Harnóczy Őrs és Körtvélyesi László pécsi portrék 1994-98 című fotókiállítása. A két magát fotográfusnak mondó művész összesen 81 portréból álló tárlata Pécs művészeti életét reprezentálja, ahogy ők látják. A személyes és intim hozzáállás mindenképpen tükröződik. Bár együtt és egymástól függetlenül is dolgozott, a két arcokat, egyéniségeket, személyes jellegzetességeket megörökít a alkotó. És aki szerepel ezeken a tablókon, miként vélekedik elfoglalt helyéről?
Én annyira meg vagyok lepődve, mert tegnap ott volt az a két vezető fiú náluk, és a kislányommal beszélt, és csak annyit mondtak, hogy okvetlen jöjjek el. Azt hittem, hogy tavaltattak velem, vagy valami kis előadást a verseimből, vagy valami. Hát aztán elállok, ez a sok gyönyörű, ismerős kép, és a végén ide jutok, és ott vagyok én, ott a jó kis polcos, nézd, milyen remek helyem van. És emlékszem én arra, hogy egyszer valahol fésűködtem, és nevettek, mert mondtam, mert az 50-60 szál hajamat engedjétek meg, hogy föltűzzem. Hát azt a képet látom itt. Nem néztem még meg az összes képet. Nem a... Nyilván hiú az ember, és nekem jól esik, hogy ilyen illusztris képek társaságában az én fotográfiám is ide kikerült. Én jól érzem magamat, és gratulálok a Körtének meg az Őrsnek, mert egy piszak jó ötlet, és szépen meg van csinálva. Én tulajdonképpen annak örülök, nem annak, hogy én is rajta vagyok a képeken, hanem annak, hogy van két ember, aki veszi magának a fáradtságot, és egy ilyen nagy munkát, mert ez egy igen-igen nagy munka, megcsinál. Én mindig csodáltam Ősnek és Körtének azt a lendületét, amivel ők belevetik magukat különböző kulturális területekre. De ez bármi legyen, tehát újságcsinálás, fotózás, vagy kiállításrendezés, és én mondjuk ennek örülök talán a legjobban, hogy két ilyen ember akar a városba, aki ezt a munkát felvállalta. A kiállítás ünnepélye zárására a hasonló című könyv megjelenése alkalmából november 30-án kerül sor. A Janus Pannonius Tudományegyetem, Babits Mihály gyakorló gimnázium és szakközépiskola 10. éve tart fenn testvérvárosi kapcsolatot a mezővári II. Rákóczi Ferenc magyar tannyelvű iskolával. A határon túli magyar településen kritikus helyzet alakult ki az árvíz miatt. Az ott élők megsegítésére a Babits gimnázium gyűjtést szervez, s várják a pécsiek segítségét. Szükség lenne felnőtt és gyermek meleg ruhákra, takarókra, tartós élelmiszerekre, meghűlést enyhítő gyógyszerekre, antibiotikumokra, kötszerekre, fertőtlenítőszerekre, egyszer használatos injekciós tükre. Az iskolában a Veresendre utca 15 szám alatt november 10-én kedden és november 13-án pénteken 8-tól 18 óráig ügyeletet tartanak az adományok átvételére. Képes híreink következnek. Tegnap a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara székházában tartott sajtótájékoztatón hívták fel a figyelmet a szervezők a Manyiló 4. ITIS Pécs Info 98 informatikai, távközlési, irodatechnikai és számítástechnikai szakkiállításra. A rendezvény helyszíne a Pote Aula, ahol a három nap során a bemutatott új termékek mellett előadások hallgathatók az internet, a térinformatika, a számítógépes grafika, illetve a telekommunikáció területéről. A Művészetek Házában tegnap este Bertók László pécsi költő Azonos című legutóbbi kötete alapján Deszkatavasz címmel adott elő válogatást Lázár Balázs, a Pécsi Nemzeti Színház fiatal művésze. Híradónk végén a legfrissebb tőzsdeinformációkkal jelentkezünk a Duna Invest jóvoltából. A telefonnál Kababik József fiókigazgató, üdvözlöm. Jó reggelt kívánok! Összességében stagnálás jellemezte tegnap a Budapest értéktőzsde részvénypiacát. A BUX közepes forgalom mellett 2,6 pontot, azaz 0,5%-ot emelkedett, és 5743 ponton zárt. Napon belül egyébként az index 5784 pontos nyitás után 5787 ponton ért el a maximumát, majd napon belül folyamatosan esett 5688 pontig, majd az utolsó negyed órában kis erősödtek az árak. A vezető papírok nagy részt vesztettek értékükből, a MOL erős 8,6 milliárd forintos forgalom mellett 1%-ot esett, a MATÁV pedig 3 milliárd forintos forgalom mellett 3 forinttal csökkent. Nagyobbat esett a TVK, a vegyipari cég részvényi 4,5%-ot vesztettek értékükből, míg a Borsodkem részvényei 1%-ot emelkedtek. Emelkedett a Richter, az Égis az OTP-ára is 3,5-4,2-0,9%-kal. A külföldiek egyébként komolyabb tételeket nem adtak el, inkább a belföldi broker cégek eladásai nyomták le az árakat, és az a tény, hogy a vételi oldal több papírra meglehetősen üres volt. Milyen tranzakciókat javasol a kisbefektetőknek ma? Én azt mondom, hogy mivel ugye tegnap a Dow Jones körülbelül 77 pontot esett, és most ebben a pillanatban Japánban is tart a kereskedés, és a
Nikke is mínuszban van. Úgy tűnik, hogy ma nagyobb áremozdulásra nem számíthatunk, inkább egy pici esésre. Én azt mondom a kisbefektetőknek, hogy ami árfolyam nyereségük fölhalmozódott az elmúlt egy hónap során, azt realizálják. Köszönjük az információt, és sikeres napot kívánok. Köszönöm. És most lássuk, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán. Egy nyugatról érkezett meleg front ért el térségünket. Ennek hatására borult lesz az égbolt, esőre, záporesőre is számíthatunk. A délnyugati szél mérsékelt marad. A reggeli órák hőmérséklete 2 és 5 fok között alakul. Napközben a levegő 7-10 fokig melegszik fel. A nap második felében már ismét egy hideg front érkezésére kell számítanunk. A város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látták. Kérem, maradjanak velünk továbbra is. Egy lépéssel mások előtt. Fénymásolók, faxok, fényképezőgépek, a print copy-tól. Pécs, Aquaüzletház. Új gumiszerviz Pécset. A Pneutrade gazdag raktárkészletéből Goodyear, Michelin, Taurus, Continental és Hankook termékeket is forgalmaz. A roncs az abroncs. Pneutrade. Pécs Közraktár utca 8. Egy lépéssel mások el. Lássuk, hogy mit írnak a ma reggeli lapok. Park lesz az Erzsébet téren, írja a Népszabadság. Az Erzsébet téren közpark épül, a Nemzeti Színház pedig valószínűleg a Városligetben kap helyet. Így összegezhető a tegnapi Hámori-Demszki találkozó. A végső szót várhatóan 2 héten belül mondja ki a kormány. A Magyar Nemzetben olvashatják. Rokkant nyugdíjakra nem érvényes a 11%. Eltérő mértékű emelések, írja a lap. A rokkant nyugdíjasokra nem vonatkozik a 11%, de minimum 3500 forintos emelés, értesült a lap, kormányzati forrásból. A minimum nyugdíjnál kisebb ellátások emelése nem éri el a 3500 forintot, ezért ezek 25%-kal emelkednek. Jó hír az özvegyi nyugdíjat kapóknak, hogy a saját ellátással nem rendelkezők számára január 1-től nem lép hatályba a 20%-os szabály. Ők továbbra is elhunyt házastársuk nyugdíjának 50%-át kapják készhez, nyilatkozta az Országgyűlés Szociális Bizottságának elnöke, miután a kormány beterjesztette a parlamentnek az erről szóló törvénytervezetét. A Magyar Hírlap számol be róla, hogy szabálytalan közétkeztetés. A gyermek és diákétkeztetést biztosító cégek és konyhák 40%-a nem felel meg az előírásoknak. Erre a megállapításra jutott a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 3 hetes országos vizsgálata során. A korábbi években ez az arány jóval alacsonyabb volt, derült ki a felügyelőség nemrégiben elkészült jelentőségéből. A Napi Gazdaságban olvashatják. Idén elmarad a MÁV szanálása. Az idén elmarad a MÁV államvasutak MÁV-RT tervezett szanálása, értesült a Napi Gazdaság. A MÁV 1999 és 2003 közötti működőképességét vizsgáló kormány előterjesztésben nem szerepel ez a tétel. Vizsgálják azonban, hogy miként kerülhetett ki a vasúttársaság gazdálkodási köréből 1000 km vasútvonal. Ma éjszaka születtek.
A Potes Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán az éjszaka folyamán Attila és Vivien született. A Diska Győző megyei kórházban Pincz és Alexandra látott napvilágot, születésükhöz gratulálunk!